Na szavaztok, srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Nem bírom ki, hogy ne játszok ezzel a játékkal, és ne próbálkozzunk ugye a monster gépünkkel minél tovább jutni. Még annyit megcsinálok, hogy nyomunk egy ugratást, és körülnézek a használt árukba, használt kereskedésbe, hogy mégis milyen járművek vannak. Hát ha van, dob valami nagyon jót. Tehát milyen kezér adna ugye 9200-at így. Ne, semmi extra, jó, akkor nem, nincs semmi gond. Jó van, oké, akkor megyünk kivelni. Megyünk dragolni. Oké, és akkor megyek is ki a városba. Ja, ezzel a géppel, ameddig tudok, addig megyek. Valószínűleg annyi probléma lesz vele, hogy most már kezd erőtlen lenni. Ugye ez egyszerű szóval. Gyakorlatilag nagyobb kereket már szinte nem is tudom. De gyorsul, nincs az a semmi baj, de... Ugye a nagyobb gépek azok valószínűleg le fogják nyomni. Nagyobb gépekkel szemben nem biztos, hogy lesz már esélye. Próbálok rájönni, hol van. Ez fönn van a följáron, hallod? Ez a versenye nem itt van, jól van. Gyerekek. Sáztok, srácok, jöttem. Nyomj egy körikát. Mit van? Még mindig csak ilyen ezres versenyek. Nagyon kemény izé. Miért csak ezer dollárba versenyzünk? Hát itt sosem fogok meggazdagodni. Hadd a Honda. Golfa elnyomjuk, bezzel meg kell csak erre. Milyen hangja volt, mint az unyom, nem? Jézus Isten. Egyelem ez, mint az őről. 280. Jó, oké. Ez meg volt, megint 1000 dolcsi. Ami nem csak mindenre elég, de legalább azért valami alakul. Szerintem kezdem elnyalni a gumikat. Megint 1000 dolláros. Szuper Duty 500. Hát ez egy dög nagy állat, ugye? Nézzetek, micsoda kipufogó. Minden van itt. Ezt jól lapott ez a gép rendesen, rányom akkor. Hát, hogy is van. Az erős lesz. Pürgék vagyunk. Marha pürgék vagyunk. Jó voltunk. 2000 dolcsi. You win the race! Első kerekek még zöldek. Hát a kaszni egy kicsit megviselt, meg egy-két apróság, de a motor meg a kerekek azok jó. Ez a lényeg. Fékek szerintem fosok. Nem akar megállni. Vagy Twin Turbo, akármicsoda, nem tudom mi az. Nem akarok kiállni ellene. És megint egy 6G Honda. Ezeket lazán verem, csak nagyon kicsi a tét. Ezért jövök ki mindig a szélre ide, vagy nehogy vezetne nekem durrancson a sávó. You win the race!
Van még versenyző? Ez, még mindig $1000, de miért? Ott az a Twin Turbos izé van. MR Motorsport Nonus GT2. Na, ez megint mi lesz? Úristen. Na, ez egy bömcsi. Egy csúnya néz ki. Jézus, hogy nagyon hallott, hogy megjárom őket. Menj, 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 hallod? Gyorsan gyorsultál. Megvertük, hallod? Benézted, hülye gyerek! Megint ezer. Te hallod, rendőr? Ott egy ilyen rendőrikon, látod? Ott ott egy rendőrikon. Ezek szerint jordok is vannak a játékban. Ők hiányoznak. Közlekedek, még világítás minden nélkül. Van még versenyző? Duhan Coyote C 1500 $1000. És a Twin Turbos. Hát nem tudom, gyerekek, menjünk ezen Duhan Coyote 1500-ra, szerintem buktuk. Már erős lesz nekünk. De hogy szerzek én össze annyi pénzt, hogy nekem elég legyen? Ez micsoda? Nem tűnik ez olyan erősnek. Érdekes, hogy most ez az ötödik, ez sokkal gyengébb, mint az előző például. Igazán értem a lényeget. Csávó, bevágodod valahol. Oda a kertbe, jó van. Egyébként nem csak ugye, nem gyorsulási versenyi vannak, hanem van egy csomó fajta, tehát még ugye drift is van. Menjétek, barátaim, az úrba. Duhan Coyote TX 2200 GT. Megpróbáljuk azt, harmadikat. Nem tudom, hogy ez miért jó, hogyha előbbre kerülök a ranglistán. Hú, ez nagyon kíván gyúrva ez a gép. Jó, ez most már biztos elkapintja. Na, ez egy négykerekes gép volt. Ezt megsugom. Rúgott mind a négy kerék. Nekem is sem volt hallott. Nagyon szoros volt, nagyon jó volt. De nagyon kevésen mutat, nem tudom mit kéne, hogy fejlesztem ezen. Szerintem ezen ma nem tudok mit. Nem tudok négy kerék meghajtást venni ebbe a dögbe? És azon filózok, hallod? Nézzük már meg, nincs a négy kerék esetleg, nem tudnék. Egy négy kerekes rendszert találtennék, azért akkor tapadnám. 10 000-ünk van. Megnézzük, körülnézzünk, oké? Okay? Futómű. Szerintem nem. És csillapító hegyek. Szerintem az nincs. Még audiót is lehet, hallod, beszarsz. Ez logó. Vegyünk egy ilyet, mennyibe kell? 20 dolcs, gyerekek, egy ilyet mindenképpen. Rávarázsolok a Verdára. Jaj, te hallod? Csak nincs hova rakni, úgyhogy nem rakjuk.
Police. Ja, nincs is olyan felületem nekem. Jó, ez fölött megvennem. Tényleg nincs semmi. Ez hol tudom azt felrakni? Ez mi? Nem itt. De. Ó, hát ez nagyon komoly. Ízére is lehet. Hallod, ez tök jó. Végig a tetőn, hallod, akkor legalább valami. Ja, izé, 5 darabot kaptam. 5 darab volt ennyi. Na. Komolyan néz ki te. Fehér tetőt kellett volna akkor. Tudnék csinálni. Jó, mindjárt. Felkeveredtem. Fehér tetőt akartam akkor ma. Jó, várja. Jó az ügy, ahogy van, na, nem az a lényeg, hátsó kereket nem fogok tudni megoldani akkor. Nincs olyan lehetőségem. Akkor ez a verdával szerintem be vagyok fürödve már. Kissé. Ó, megvettem a bentó kasznét. És nem tudok mit csinálni most meg. Kevés pénzt keresek nagyon. És itt versenyeket, hogy kutatgatni. Tényleg ezeket én nem merem bevallani, mert összetörem a verdát. Úgyhogy ezt csak felejtsetek el. Ezt nem csinálom, mindenképp akkor várjatok, akkor bepörgetünk az időbe. És megyünk megint ki városba, ha hát nem tudok mit kitalálni, mert kéne pénz, mint az atom. Jujjujj. Nagyon harap. Nagyon-nagyon rángatós. Kis ideges. Az a baj ugye, hogy van a GTA jármű, az alapban 4 kerekes, azzal biztos tudnék van. Jaj, nem, hát ezek még mindig ugyanazok. Ó, te fiú, hát ezeket nem fogom tudni megcsapni, megpróbáljuk ezt. Ez azt hiszem egy ilyen nagy dög Camaro. Aszfalt valahogy, még az üvegek is ki vannak szíve. Milyen motor van? Na! Jó, ezt ebben biztosan, hogy jó nagy dög és nehéz. Jó, megvertük. 1000 dolcsi, nem sok. Tudom. Ez mi az a 0-0? Küldjük neki! Egyszer összetörem, baj lesz. Az a filózok, tudjátok mi filózok? Meg tudnám csinálni a ventót. Szerintem a ventóba ezek a cuccok jó lennének. Ugye motor minden? Akkor nem át tudnám rakni bele. Ó. Ez meg egy bömcsi. Miért ilyen rohadt nehezek ezek a versenyek, gyerekek? Bömbi. Nézzük a kerekeket, arra vagyok kíváncsi. Hátsó kerekes volt, de ez nagyon itt vagyok.
gyerekek. Hát már nincs mit, nincs labdába rúgni. Gyorsi lehetőség. Egyet nyertem, egyet buktam, ugyanott vagyok. És valami le is szakadt, nem? Ja nem. Ó, te fiú! Nem jó. Gyerekek, ez nem jó. Nem elég. Ez kevés. Nagyon kevés. Kevés az a 200 valahány lóerő is. Mégis csak egy ilyet be kell vállalnom. Mi az 500-at hallod? Baj van, gyerekek, baj van. Nem filózok, valamit ki kéne próbálnom. Megyük el ezt a car dealerhez? Mennyit ad érte? Tízezret, mi? Ja nem, 9000-et ott már érte. 78000 ez, úristen. $9400-at adna érte. Jaj, a Vento Kasznit kár volt megvenni még. Kivegyek, mindig ugyanannak folytatódik, az nagyon nagy baj. Olyan, hogyha új kezdődne. Kivegyek, körülnézek meg. Kérlek, komolyan mondom. Meg citrapban jövök. Megjöttünk. Oké. Ugyanaz. Ugyanaz. Ez viszont meg tudom verni szerintem. Az ötösöt meg tudom, ötödiket meg tudom verni. Ezt már ezt vertem meg az előtt. Megint neki ment valaminek a hülye. Jó, sokra megyek vele, megnyertem, mert most meg ugye megint a izé jön. Ez a kettő barát nehéz. Legalább ki lehetne lőni a kerek. Vagy full esélytelen vagy. Egyiket sem tudom megvárni. Egyáltalán nem esélytelen ezeket megvernem.
Mit csináljunk? Cseréljünk kipufogó rendszer, vagy mi legyen gyerekek? Komolyan mondom, most már ez nagyon érdekel engem. Ezzel az elsőt hódzi el, hogy nem fogom megverni. Az nagyon nehéz. Hát ez hogy elment? Adjam el a Ventó kosztimat? Ott fiú. Nézzük, mennyit ad érte kereskedő. De utálom ezt. 100%-os hallod. Tökéletes állapotban. Nem hiszem, kereskedőnek megmutatjuk. Mit adsz érte, Móre? Nem is tudom, mennyit adtam érte. Drága volt. 6000-et. Messze. Adtam 6000-ért. Kell valami komolyabb gép. Ugye ezt nem tudom tovább turingolni nagyon. Hozom már izét is eladjuk. Dögöt. Motor mennyire menne el komplettel? 1700. Ferrari mennyire megy el? Három. Nem kereskedő nem szarul érte, de szerintem nem. Jó, mert elmegyünk. Azt csinálom, nem ezt akartam. Látok? Megnézzük izét is, jó? Ezt. Szalomba mennyi? Valami jó gépet jó lenne menni. Szalomba mondjuk mit veszek, mi? 42 000. 42 000. Jó, hát ide be se jövök többet, ez hülyeség. Akkor adom el, hogy kapok érte valami nagyon jót. És akkor visszatérünk még egyszer. Ezt megnézzük mindig, hogy milyen járművek vannak. 40 000. Egy ilyen se lehet rosszam. Hú, szart ne vegyünk azért. Valami ütős gép kell, gyerekek, ide. Ez a szitu. Ha egy jót találunk itt valamit, azt mennyi a nagy dög. 29 000, ez mennyi? 29 000, az kijön? 17 000, nézzük meg mennyink van nekünk gyakorlatilag. 26 000-ünk van. Ugye minden estől. 27 000-ünk. Abból kell gondolkodni. Hát ha egyszer dob valami jót, 27 000 alatt, 27 000, de még nincs kerekes, 29 000. Ezekből szerintem ki lehetne hozni ezekből a tögökből valamit. Na lényeg, 27 000 körül, hogyha van lesz valami, amik használható, akkor az kell nekem. 50 000, mi 50 000 ebben hallod? Sima GT. Hogyha egy GT A lenne, ez sima megvan. Nem gyerekek, micsoda virsli gumik vannak a lenni. Megvan ültetve, mint az atom. 60 000-ért hallod. Ez igen, kompresszor, minden. Nem szar.
Júj! Ez kemény. 78.000, 70.000. És nincs is kompresszorom. Nem tudom, valami nagyon, nagyon brutál drága a gyerekek. Imádkozzatok, valami jót dobjon, valami jót, valami GTA-t olcsón. Ez valami hasonlót. 24.000 gyerekek. Szóval ez is egy sor 4, nem? Ez is sor 4. Vagyok vele kibékülve. Valami nagyobb, valami nagy motor. Valami nagy motor kell, jó? Valamit ki kell fognunk. Addig nem nyugszok. Ha egy hónapig kell járnom ide, akkor is mindenképpen egy valami nagy motor kell. V6, V8 körüli. Hoppa, 24.000, Sanyi, 24.000. És benne a V8. Gyerekek, 24.000 és benne a V8. Na. Ez nem lehet rossz. Persze annyi pénzem nincs. Remélem, hogy megvan mindene. 24.000 és benne a V8, gyerekek. Kicsit rozsdás, kicsit... Hát nem tudom, hogy mennyire van összeaszfa. De elég drágák ezek. Nagyon stock, nagyon szét van rohadva. Jó, figyeljetek, próba szerencse, hanem más nem újra kezdjük. Adjuk el. Kirakjál a köcsög, tök drágám, figyelj, itt van. 15.000-be, nem is olyan veszélyes. Igen, és nekem az kell 24.000-be. Remélem működőképes. Uh-huh. 280 horsepower, ugye sokkal nehezebb, úgyhogy nem fog annyira menni. Viszont egy kicsit okosítunk rajt majd mindjárt. Kicsit okosítunk rajt, kicsit szétszedjük ezt is, ugye. Fölösleges dolgokat lepusztítjuk. Nem kell nekünk ajtó. Nem kell nekünk anyósülés, ez se kell, ez se kell, ez se kell. Ez se kell, ez se kell. Ez se kell, és akkor megnézzük, hogy egyáltalán elindul-e a kicsike. Szélvédő se kell, és ezeket mind eladjuk természetesen. Na várjatok, elindul a kicsi? Aha, nagyon le van szedálva egyébként, full sárga minden. Hát 2000 pénzünk van, várjatok, mennyibe adja? Hoppá! Hoppá gyerekek, a kaszni elemek 10.000-et értek. Hoppá! Hoppá, 12.000 pénzünk van. Mennyi lenne a felújításabb kompa? Igen, pont ennyiért fel is tudnánk felújítani, de nem akarom. Hát én szerintem azt csinálom, hogy... Ez hátsó kerekes, ugye? Hogy legyen tapadásunk. Megvesszük rá a létező legnagyobb kerekeket, gyerekek. No. És megpróbáljuk megnyerni ezt az utolsó két versenyt. A létező legnagyobb kerekek kellenek. 17-es. 19, 20-as kerekek kellenek. Hoppa, 21-es, hallod? 8-5-ös. 8-5-ös, 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 nagyon széles is kellene. 13-as szerintem a legszélesebb. De jól néznek ki, 12-5-ös. Hoppá, 15! Gyerekek, 15 szolos és 15 széles. Úristen, hallod? Ez több, mint beteg. 19-13-as gyerekek, ebből veszünk kettőt. Ez marhára nem illik, hozzá nem számít. És akkor 19-es legszélesebb gumi. 2,95. 405 gyerekek, 450-es drag radial, hallod? Az a nagyon kemény. Szerintem ez megy rá. Remélhetőleg, és akkor össze
szórjuk. Ezt kimegyünk, hátsó kerekek legyenek fűverek. Nem az gyerekek. Elég érdekesen néz ki, igen, erre lehet, hogy egy drag izai kellett volna inkább. Drag radiál... Mekkorák az drag radiálok? Hány szolok? Uh-huh. 15-ösek, aha. Ja, 15-ös, 15-15-ös kell rá. Vegyünk drag radiált, legjobb gumit. Kettőt meg a két üzét. Drag részt felnit. Hallod, az nagyon kemény lesz. Hol volt az? Ez. Kicsit költöttünk megint. De egye fele. Úristen, ez nagyon nagy lesz. Befér alá? Na gyerekek, ennél nagyobb szerintem nem létezik. Úgyhogy tudom, a motor egy kicsit le van szedálva, de megpróbálkozunk azért vele. Oké. Éjszaka van, gyerekek, kimegyünk. Nagy motor. Igaz, hogy le van kicsit koppolva. Nem nagyon. Ne, manuál váltó az. Ezt rühellem, de... Úristen, gyerekek, ez a gép, ez beteg. V8, ugye, és ezt még ugye szarrá tudod húzni. Na ez, gyerekek, szerintem ez egy jó alap lenne. Igazi, nagyon jó drogként. Egyedül a hátsó gumim, ami jó állapotban van, minden más, ez több van. 12 000-ben megcsinálnak, úgyhogy... Kíváncsi leszek, hogy ez hogy tudom. Kicsit nehéz a kicsike. Na nézzük. Ugye, amikor voltak. Talán még ezt tudnám megcsapni rendesen. Az ötödiket az biztos, hogy megfogom. Gyerekek. Ja és... Manuál. De ez ugye megvolt a másikkal is. Nagyon nem tetszik, hogy manuál, hallod? Nagyon nem tetszik, hogy manuál. Nem fog jó lenni a manuál. Bocs, gyerekek, de most ezt újra kell gondolnom. Ki kell vennem a váltót, és kell vennem egy másik ezért cuccot, gyerekek, ez nem lesz nekem jó. Bocs. Ezt ki kell kapnom, és akkor... Van még 13 ezrünk. Kell nekem... Transmission. Oké, ezek mind jó van, ugye? 4000, úristen, hadsebességes. Aha, manuál nem kell. Manuál, autó, semi-automatik, na. Nekem olyan kellene, hogy... Automatik, szuper, tehát itt van. 750, ez kell, gyerekek, ez kell. Nem olcsó. A project. Nem olcsó a project. És az automata pedálok is valószínűleg kelleni fognak neki. Ezt megint adjuk el, ezerért. Hát jó, azért működik. Melyik a legolcsóbb, úristen? Jó, ez jó lesz nekem. Nem kell gicselni, most úgyis. Van még 12 ezerünk, jó. És ezzel szerintem meg fogom csöppenteni.
A csávót. Mennyibe kerülne a fújjavítás? Ezt eladom. Ja nem, ezt nem adjuk el. Berakjuk. 11.600-ba kerülne. Nem, nem javítjuk meg. De különben nem rossz ez a gép. Szerintem ez egy nagyon jó alap lenne. Küszöbök, hallod? Van itt még mit eladni. Meg ugye könnyíteni rajta. Megyünk gyerekek, kipróbáljuk. Ugye az utolsó kettőt megpróbáljuk megcsettinteni. Ez lesz a jó nekem szerintem. Próbáljuk meg kiemelni a gumikat, nem tudom már. Ne törjük össze. Lampa amúgy nincs, ki vannak szerelve. Miért ne? Megölt a borért. Amúgy így itt vettem volna egy kompresszor. Flowerő. Ha bukjuk az elsőt, akkor nyomunk egy kompresszorra. Nézzük. Igazából mindent megpróbálunk. Ez nagyon gyors volt. Ez egy négy kerekes, aha. Minket az a szemed lard. Vegyünk rá egy kompresszort gyerekek, vagy valami legyen már itt már. Na, de bo- na, jó, kompresszor köl ide. Mi kéne? Kompresszor a verdára gyerekek, az csá. Jó, hol a kompresszor? Kompresszor ugye ezt gondolom, hogy oda kerül. Engine V8. Ja, izénél kell lenni, az a levegőrendszernél, ugye? Nem is itt. Jó, drága! Nitro is van. Ó, nitro se lenne hülyeség. Így csapatni a rendszert, mi? Nem tudom, nitróval jobban járnék. Nem drága, érted? Nézzük, felszerelem nitróval. És ennyi elég is nekem, hogy benne a nitro? Jó, oké gyerekek. Van egy park nitro, az meg igazából sose rossz, nem igaz? Megpróbáljuk még egyszer, hát nem hiszem el. Jó, úgyse használtunk meg, kipróbáljuk. Megjavítanám a motort, lehet, hogy az jót tenne. Előre esetleg berakni a kis kerekeket. Nitróval biztos adja majd elő. Szintcsöszöm a motort szegény. Egyébként ebből a gépből szerintem ki lehet hozni az állatot. Kettes hallott, nem, és nem engedi vissza, nem dobta vissza az üzest már. Fel turizma. Jó, ez egy izé, ez egy Subaru.
De én nitrót is nyomtam. Hát nem hiszem, gyerek. Nem tudjuk legyen ezt a szót. Mi kell ide, mi kell ide? Mindenképp úgy látom, hogy ők el. Supercharger. Légszűrő helyett. És ide helyett. Ó, te fiú! Jó, veszek meg. Az lesz, gyerekek, az lesz. Ezek rá egy kompresszort, hallod? Halljuk meg! Kapsz egy kompresszort. Ez helyett megy szerintem a kompi, nem? Karburátor helyett, hát csak a karbi helyett megy. Na, nézzük, várja. Beveszem. Te, hallod, ez már nagyon durva. Milyen V16-os motorok vannak, te Isten? Te Jézus Isten, ez mibe való, hallod? Várja, írja, nem? Callaway Ciklon V16 blokk. 3000-be kerül, nem is olyan drága. Kár, hogy nem tudom berakni mindenbe, mi? De Isten, mondjuk V16 hülye vagy? V10-es is van. Na jó, V8-as, és akkor nézzük a... Nem. Melyik a legdrágább? 8000-ért. Nincs elég pénz. Akkor következő legdrágább. 5000. Úgy van. Biztos jó lesz. Ujjjj, erre kell egy cígy is. Fuel system! Kell a fuel system neki. Az anyádó istenit. Várjál, hallod? 1700-ban remélem nem drága lesz. Ja hogy? Ja hogy, oké. Okay. De viszont kell egy cígy is rá. És milyen mindig kírja, hogy mi kell, hallod? Nagyon jó. A pelt kell, ugye? Az a miszkben van, ugye? Itt van. Minden oké. Okay. Jó, gyerekek. Nagyon jó, hogy mindent ír. Föl a szíjat, de várj, itt még nem hiányzik semmi. Nem, jó, oké, okay, nézzük akkor. Elvileg most már egy kicsit ütősebb a hangszer. Szuper. Mennyi? Egyébként meg gyorsan ránézek, hogy hány paci. 474 lóerő, gyerekek. 474 lóerő, nem néztem meg izé nélkül. Feltöltő nélkül, de biztos nem volt annyi. Ja, és visszamegyek, mert pörgetek egy napot, mert lehet, hogy most már ez nem elér. Gyerekek, nitro. Nitro. És kompresszor. És ennél még lehet még tovább vinni különben, mert láttam ennél sokkal durvábbakat. Jó, pörgessünk. Pénz kell, lana. Hát ezt a gépet, ezt megcsinálom fullosra. Csak jó lesz. Megmondom őszintén... Mintha nem sokkal lenne fürgép a Golfomnál. És nem lehet.
Nem vagyok boldog. Nézzük, mennyit adnának érte így. 14 ezeret. Még eléggé le van szerelve így. Csufos szegény. $32,000, $52,000, $29,000. Ez egy Mitsubishi Eclipse volt egyébként szerintem. Pörgessünk pár napot. És még megnézem gyorsan akkor, hogy lehet-e valami versenyt, ha nem, akkor folytatjuk tovább majd legközelebb. Hát... nagyon nehéz és nagyon nem tudom mondani, hogy... segítsetek srácok, honnan tudnék szeretni lóvét. Nagyon nem kell összetörni, igaz? Tök jól irányítom egyébként. Kicsit nagy. Jó, oké, és megint csak $1000, és úristen is. Ez ugyanaz a banda, hallod, és még mindig itt vagyok. Jó, ezt megcsapjuk. Nitró nélkül, legalább bemelegítjük egy kicsit. Azt a betyár. Vettem bele új váltót, vettem bele kompresszort, vettem bele a nitrót. Most nitró nélkül megyünk. Pofon sem volt rosszabb, komolyan mondom. Most merre ment, hallod? Színek egyébként, hogy négy kerekes lenne ez a gép. Próbáljuk gyerekek, folyamatos nitróval. Megpróbáljuk folyamatos, nyomom a nitrót mind a bolon. Az a baj, ugye a féltekerek nem van. Nem tudtam megfogni, hallod. És nincs meg, ez őrület. Nem, el nem hiszem. Igen, ki kell fizetnem még a helyzet is, ugye. Ó, hallod. Nem hiszem el. Nyomjunk már egy infót, hogy ez most akkor... De miért nem írja sehol, hogy front vagy akármicsoda. Négy henger. Érted, írhatná, hogy mit tudom én, fronthajtás. Olyan, azt abszolút sehol nem írja alatt. Megnézni meg nem tudod sajnos. De komolyan mondom, ahogy elindultam, már most nyomjunk egy tesztreket. Eskü, hogy az első kerekek is rúgtak, figyeld. Azért ez egy négy kerekes jármű. Az első kerekek is rúgnak, ez egy négy kerekes dög. Hát akkor az nagyon király. Nincs mit eladnunk, barátaim, az úrban.
316, ezer, gyakorlatilag 2000-ből kijönne a még kettő ilyen drekkerék. És onnan már egyszerűen nem tudok, most pénzügyileg abszolút nem tudom finanszírozni ezt. Ki fog jönni, jó? Előre is berakunk kettő ilyen dögöt, hallod? És hogyan már onnan nem fog. És nem lesz elég pénzünk. De pont elég pénzünk lesz arra, hogy benevezzünk egyszer. És nem akartam ezt felrakni. Merre ezeket eladom? És 946, te fiú, most akkor mi van? Nincs elég pénzem arra, hogy benevezzek. És nem tudok eladni erről a dologról semmit. Mit adjak ebbe az a nitropalckot? Meg kell adnom a nitropalckomat. Jó, eladtam a nitropalckomat. Egyik... te fallod. Ez nagyon durván kemény. És megpróbálom még egyszer. Nem tudom. Hú, ugyanek. Miért ilyen nehéz is? Mondjátok meg, mit tegyek, hogy... De ezek szerint az négy kereket gép, ugye rúgott az első kereket. Ez most elég jól fog gyorsulni. Én már nem tudok fel semmi, mert nagyon gondolom én szintén. És mindig itt rossz fel a jövök. Faj! Egy helybe rúgott mind a négy kerék, hallod? Draggumik, hallod? Ezt ugye egyértelműen az fog történni, hogyha ezt én nem fogom most lenyomni, akkor nem lesz még egyre kívülben. Szóval mindenképp az lesz, hogy... Jó, lenyomtam. Kellettek a gumik, gyerekek. Ki gondolta, hogy négy kerekes kúristen? De nagyon megy most, nagyon megy. Ne! Ne! Ne szórakozzál, more! Ez konkrétan összetört a verdámat. A kerekem, hallod? Balra húz az egész gép. Megvan nyomorva itt a jobb eleje is. Jó. És össze van törve, tök jó. Ez nagyon szuper. És kacok! Az egész javításhoz kéne még 10.000 pénz. Megvan lapulva kaszni.
Na jó van, srácok, írjatok, hogy mi legyen, hogy legyen ebbe, basszus, ez nagyon-nagyon komoly, viszont nagyon-nagyon összetett és nehéz, és igazából én megpróbáltam, hogy a kis járművel, gyorsal, pörgőssel, de jó, így alá lehet feküdni, de jó. Megpróbáltam ugye a másik verzióval, nagyon nagy vassal, brutál kerekek, brutál gumik, ez egész jó, viszont nem bírom fönntartani már ezt az egészet. Úgyhogy ez most ez egy probléma. Na köszi a figyelmet, jók legyetek, csumi!